Már ennyi az idő? Akkor egy pillanat is jövök. Na, ugye megmondtam. És hogy minek jött el az ideje? Vendégeim a keresztmetszertről mesélnek. Már nem erről, hanem arról az igaziról. Arról, ami képes mindent megváltoztatni. Elmondják, hogy milyen volt az élet előtte, és hogy milyen azóta. Hogy valóságosan mennyi mindent képes felülírni az a bizonyos meccéspont. És hogy mi ez a meccéspont? Nem micsoda, hanem kicsoda, ő Jézus Krisztus. Mellesleg igen, a műsor is róla kapta a címét, de most mennem kell, mert kezdődik a keresztmetszet. Köszöntök mindenkit a Zsidó Keresztény Kulturális Esték című műsorban. Mondhatnám akár ezt is, de nem, ez még mindig a keresztmetszet. Viszont mai vendégem ebből a műsorból érkezett az én műsorvezető kollégám, Rosenfeld Dániel lesz ma a beszélgetőtársam. Szia, Dani! Szia, Sálom! Üdvözlöm a kedves Pax Televízió nézőit és hallgatóit! Tart egy ideje egy sorozatom, ha ezt lehet ennek nevezni, egy összegzés, egy kis kitérő itt a keresztmetszeten belül, ahol az én műsorvezető kollégáimat látom vendégül. Ez azért van, hogy a nézők, akik eddig is látták a műsorvezetőket, de csak a kérdező szerepében ismerték őket, nagyobb betekintést nyerjenek a személyük felől, az életükből, hogy lássák, hogy kik azok az emberek, akik a TV-képernyőn keresztül nap nap próbálja közelebb vezetni őket a hithez. Ezért hívtalak el ma téged is, én azt gondolom, hogy egyfelől egy nagyon hiteles ember vagy, a műsorodat is annak tartom, és hát műsorvezető kollégám vagy, úgyhogy köszöntelek még egyszer. Én is köszönöm, akkor ezt egy zsidó-keresztén baráti bóknak veszem. <laughs> Dani, viszonylag fiatal a műsorod, de a hited az már nem az. Mióta formálódott meg benned az Isten hit? Nőknél nem szokták megkérdezni, hogy hány éves, csak mikor született, Férfiak, nem, mert mindegy, de azért elárulom, hogy lassan 40 leszek. Tehát igazából 40-ből levonjuk a 13-at, akkor a körül időszaktól kezdve erősödött meg a, a vallás iránt, a judaizmus iránt, illetve hát az, az Isten hit által a, a hitem, hiszen 13 éves korban van a zsidóságban a felnőtti avatás, a bármicsva. Ugye amikor zsidó vallási szabályok alapján avatják fel, a fiútól lánynál pedig 12 éves kor. És én gyerekkorban nem kaptam vallásos nevelést. <coughs> nagymama volt, eh, uh, holokausztúli nagymama, anyuka volt, uh, tehát családapa minta nem volt, és uh, úgy kezdtem egyre jobban bezsidulni, hogyha így lehet fogalmazni. És Ú, ahogy bekerültem, a, <laughs> ahogy bekerültem a zsidó gimnáziumba, úgy kezdtem jobban közeledni a valláshoz, amit előtte ilyen hagyományőrző sztályba nyomott a család. Nagyon szabados vagy. Bezsidultál, hagyományőrző sztály. Az ember azt gondolná egyébként, hogy zsidó családba születve, mint az anyatej, olyan az Isten hit az ember számára. De akkor ez nem feltétlenül így van. Hát, hogy a labdát így átvegyem, hogy a tejre értve, hát van kóser te is, a kóser anyatej is olyan is van. Um, kóser anya tej. Hát nyilván, hogyha zsidó az anya, akkor a te is <laughs> <és> kóser. <laughs> szóval um, jól gondolom, tehát, hogy egy, egy hagyományozó családban jellemző ugye a, a hit. Um, nálunk se volt ez másképp, viszont a vallásoság nem volt annyira jellemző, mert tényleg, ahogy mondtam, említettem, nem volt nagy baj, ő ben meghalt, apuka sem volt a színen, így nem volt, akitől kapjak én is, meg a húgom is úgy ilyesfajta neveltetés, de természetesen anyukától, nagymamától, akikkel elmentünk ünnepekkor a zsinagógába, vagy megtartottuk a nagyobb ünnepeket, ugye a pészek, a zsidó húsvét, hasonló dolgok úgy egyre jobban kezdtem ugye érdeklődni a vallás iránt. És amikor eljött a, a ideje, akkor a nagyban már megkérdezte, hogy akarom-e is, mondtam, hogy a nagyszülők emlékére, a dédszülők emlékére, igen. És akkor így kezdődött a, a vallásosság útja nálam. És hogy sikerült beleerősödnöd abba a ténybe, ami ma már tény az életedben, hogy Isten már pedig van? Hát ugye kis koromban ö, sem gondoltam másképp, csak akkor ugye Nyilván kevesebb volt a tanulmány, és akkor másképp tekintettem a dolgokra, tehát hagyományőrző szinten, viszont ahogy elkezdtem ugye a, a tanulmányokat, a zsidó Gimnázium, majd a Rabbi képző egyetemén, a litúria, történetelődószak, a kántorszak, meg ugye ilyen körökbe jártam, úgy, úgy történtek csodák az életembe, és azok egyre jobban megerősítettek abba, hogy hát van valaki odafent, aki, aki vigyáz rám, vigyáz ránk, és aki az egész világot teremtette, és, és nyilván én, én el, elhittem, és elhiszem ide mai napig, ami, ami le van írva ugye az Ószövetség, a Tóra Mózes öt könyve. Viszont fontos megjegyeznünk azt, hogy te nem keresztény hídben éled az életedet, hanem, amit említetted, judaizmus, ugye? Miben különbözik a kettő egymástól? sok mindent lehetne mondani. Igazából az alapvető különbség az, hogy amíg a kereszténység dogmatikákra épül jellemzően, addig a, a judaizmusban, a zsidóságban, hogyha van egy, 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 kérdés, akkor azt ahány rabbi, ahány helyi szokás, annyiféleképpen értelmezik. Tehát úgynevezett vélemények összeütköztetése történik. Ugye rengeteg bölcs volt a régebbi idők folyamán, Majmonidész, Hilliel, Samály, a nagy bölcselkedők, akik e, másképp értelmezték a túrát. Nyilván a tóra, az ószövetség az, az, mindig egy és ugyanaz, de mégis az a szépsége, hogy, hogy lehet vitatkozni, és, és van egy olyan, az atyák pirkiában Pirkiából egy olyan rész, hogy e, hogyha egy vitában, e, hogyha ülnek ketten-hárman, és e, ugye Isten jelenléte ott van, akkor áldás van rajta, hogyha nem, akkor, akkor az olyan, mintha semmiről nem beszéltek volna. Tehát, hogy a Tóráról, a Bibliáról mindig nagyon jó vitatkozni, ami ugye Isten dicsőségére megy. Számotokra az Új Szövetség elfogadott könyv? Ez egy nagyon ö, szubjektív dolog, ugye egyéntől is függ. Vannak olyan közösségek, vannak olyan ö, emberek, ugye mindenki egy saját individuum, ö, aki a, a saját hitrendszeréhez mérten fogadja el. Tehát ismerek olyan zsidó embereket, akik tanulmányozták is ugye az új testamentumot, az új szövetséget. Vannak, akik teljesen távol tartják magukat tőle, de nem rosszalúan, nem azért, mert hogy bármiféle problémájuk lenne a kereszténységgel, vagy egyáltalán az új szövetséggel, hanem mert úgy gondolják, hogy az, az, nem az ő hitük, az nem az ő vallásuk. Miközben tudjuk jól, hogy ugye az új szövetségből adaptálódott az új szövetség, de mégis tehát a zsidóság nagyon sok színű és nagyon sokrétű. Vannak reform zsidók, vannak modern ortodoxok, vannak ultra ortodoxok, akik nagyon fanatikusak, ilyen kockák, mint a spongyabob, és vannak neológok, akik hagyományőrző módon viszik tovább ugye a vallást. És vannak, akik pedig úgy kulturális módon élik meg a zsidóságot, hogy egyáltalán nem vallásosak, de igazából a kultúrán keresztül élik meg a saját hitrendszerüket. Azon gondolkodom, hogy a, a, az, ószöv, az Ószövetség kanonizációját ezt, a, azt már elfogadták Krisztus előtt, 400-500 évvel körülbelül, ugye jól tudom, hogy már ennyivel előtte kanonizált műként létezett az Ószövetség a zsidó társadalomnak ez a része, akik nem annyira foglalkoznak, ha mondhatjuk így az új szövetséggel, elfogadják kanonizált műként az új szövetséget, vagy nem így tekintenek rá? Tehát Istentől származónak tekintik? Hát én azt gondolom, hogy, hogy nyilván nem tudok az ő nevükben beszélni, de, de, szerintem a, a nem tekinti azt, hogy ez, ez, Istentől származó lenne, hanem inkább, inkább azt mondják, hogy, hogy ez emberi kezelk, illetve gondolatok munkálkodása. Hát nyilván ugye egy Jézus volt az, aki ő volt a, a number one, aki ezt ugye végigvitte. Nyilván, és akkor el is érkeztünk a lényeghez, hogy hogy tekintesz erre te? Úgyhogy sokszor feltették ezt a kérdést nekem. El is azt tudom mondani, hogy nagyon megoszlik a vélemény. Ugyanis van egy olyan réteg a zsidóságnak, aki úgynevezett eh, Jézus hívő zsidók, eh, vannak, akik egyáltalán eh, nem fogadják el, elhatárolódnak, eh, mert, mert ez nem az ő hitrendszület, semmi rossz indulat nincs ebben. Eh, én úgy tekintek rá, mint egy, eh, ami igaz is, egy, egy, rabbi, egy tanító, hiszen ő rengeteget prédikált, tanított, nagyon jól ismerte ugye az Ószövetséget, eh, de nem tekintek úgy rá, mint Isten fiára, mert, mert számomra ez, ez így összeegyeztethetetlen. És sokszor egyébként én is felszoktam tenni a kérdést, hogy, hogy hogy lehetséges, és hogy hogyan vonható a kettő egybe. És nagyon furcsa az is, hogy nagyon sokan e, már-már nagyobb piedesztára emelik őt, mint magát, e, Istent, ami egyébként így a kereszténységen belül is sokszor így, így megbotránkoztatásba fullad néha, de ez, ezek jók, ezek a viták, mert hogyha nem, és persze ezt pozitív értelemben mondom, hogyha nem vitatkoznánk ezzel, vagy nem beszéltünk róla, akkor azt gondolom, hogy a, az egyéni hitek is ö, eltompulnának. És ebbe a rohanó világban, amiben vagyunk, nagyon fontos az, hogy hogy bármibe is, de hogy higgyünk. Legen Tehát, hogy higgyünk hítenek. magunkba és a, a saját identitásunkban. Mit szólsz te, aki ezen az állásponton vagy, a messiás hívő zsidókhoz, akik a zsidó kultúrából érkeztek, de ott végeztek a messiás hívők között. Nem készültem fel ezekre a komoly zsidó-keresztény hiszen hát, hát idős, ez a műs, provokatív műsorod, fél fél ugye, hogy zsidó, de jó. kulturális esték, és arra gondoltam, hogy ismerik meg jobban a személyedet, és az, hogy ki ennek a, en, ez mögött, hiszen hát úgy is, vagy lett, így határoztad meg magad a leírásodban, hogy a zsidó keresztény kulturális esték műsorvezetője, szerkesztője és társ alapítója. Tehát, hogy mi áll ennek a szellemisége mögött? Ki az, aki ezt létrehozta? Mert én azt gondolom, hogy egyébként egy csodálatos műsort hoztál létre. Ebből fakadnak ezek a kérdések. Én nincs ezen baj, persze, nyugodtan provokáljuk egymást Isten dicsőségére. <hállt> uh, mindenképpen meg szeretném említeni a, a kedves társamat, barátom és emelt szintű kolléga, hiszen az emelt szintű bibliaoktató szakot együtt végeztük a Szóla Szkriptúra Teológiai Főiskolán, Kriszt László, a aki rendező, volt. És itt be lehet harangozni egy kicsit a műsorozat újra, hogy nemrég vendég volt náladő. Így van. Tehát ketten találtuk ezt ki. Az ő színházam, amelynek ő a művészeti vezetője, ő 17 éve, 17 éve alapította meg a István Kamara Színházat, és, és ő mindig is úgy tekintett a zsidóságra és a kereszténységre, hogy, a, hogy az értékeket muszáj tovább örökíteni, és, és ahhoz, hogy ebbe a nehéz világba tudjunk élni, és, és nem csak úgy túlélni, hanem, megélni az értékeket, és, és megélni azt, amit Isten ránk hagyott, ránk hagyományozott, legyen ez akár az Ószövetség, vagy az Új szövetség, ahhoz nekünk egymás kultúráját egyre jobban kell ismerni, és egymástól tanulni, és ez a célja a műsornak, hogy bemutassunk olyan művészeket, alkotókat, akiknek a művészeti hitvallásuk, hogy szintén Isten dicsőítik. Így már teljesen világos, hogy, 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 jól érzed magad a Paxnál, hiszen alapjáraton egy keresztény csatornáról beszélünk, és itt vagy köztünk, és mi nagyon-nagyon kedvelünk téged, de így már teljesen világos az, hogy, 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 te is ilyen felszabadultan, ilyen jól érzed magad itt, hiszel abban, hogy a kultúrák megférnek egymás mellett, a hitek is megférnek egymás mellett, és talán mondhatom azt, hogy az a legfontosabb dolog az emberi kapcsolódás, a szeretet kapcsolatok, ez ószövetségre, új szövetségre talán egyalánt jellemző lehet teljesen egyetértek veled. Rengeteg olyan idizdet uh, citátumot hozhatnék, például szeres vele barátodat, mint te magadat, vagy akár, uh, amit így szoktam mindig titulálni, hogy az unisex tíz parancsolat, ugye, ami, ami mindig uh, örök időkre, nem rekordra, volt volt tekintetni, akkor mindig uh, mindenki előszeretettel használ. most hát mondjuk így, hogy kéne, hogy használjon, mert hogyha ha csak ezt a tíz parancsolatot betartanánk, azon kívül vagy azon túl, hogy ugye a, az óta a Bibliában 613 parancsolat van, amelyet a szentély lerombolása óta, ugye Jeruzsálemben két szentéről beszélünk, azóta csak 248-at lehetne betartani, hiszen nincsenek áldozatbemutatások és más egyéb ö, áldozati. Tehát a java arra szólt, mint a templomra nézve volt ő megadva az embernek, durván olyan 400? Ö, Többségében sok-sok áldozati bemutatás, áldozatok bemutatásával kapcsolatos parancsolat, szabály, de nyilván nem csak az. De mióta nem áll a szentén, nagyon sok minden megváltozott. Mióta ugye szétszóratás történt, ugye a Galudba, ugye a zsidóság Szaraszéjjel ment a világba, és nagyon sok olyan dolog van, ami egyébként a Szent Földhöz, Izrael kötődő parancsolat. De visszatérve tehát, hogyha csak ezt a tíz parancsolatot tartaná be az ember, akkor már sokkal jobb lenne a, a helyzetünk, és sokkal jobban tudnánk értékelni egymást, az embert, magát, és magát a körülöttünk lévő teremtett világot. Térjünk rá egy kicsit a személyedre, mert egyébként én egy teljesen új oldaladról ismerlek most meg téged. Én eddig láttalak téged a műsorod vezetése közben, és ott nekem egy, egy kimondottan komoly férfinak tűntél, nem mintha most nem tűnnél annak, de van egy, látom, egy nagyon humoros oldalad, ami egyébként szerintem nagyon jó és nagyon jól is áll neked. Szándékosan nem vezetett humorosan a műsorodat? Van ennek egy komolysága, a téma komolysága miatt, vagy van ennek valami másoka, vagy szimplán egyszerűen nem jön ki? Hová tűnik a humor belőled, amit eddig nem láttunk, ami most előbújt? Fogalmazhatnék úgy is, hogy alakulóban van. Még ugye kóstolgatjuk egymást a műsor maga, a, a díszlet és én, illetve a, az egész e, vendégsereg, akik majd körülvesznek folyamatosan. Nyilván még még friss, azt gondolom, ez a, ez a fajta e, műsor, de egyébként nagyon tetszik. Ugye most már a hetedik adáson vagyok túl, vagy nyolcadik. E, de lehet, hogy most a te műsrodáltal motiváltabb leszek, hogy, hogy legyen benne egy kis humor, mert azt gondolom, hogy a nehéz időben bármikor is a humor az, ami, ami az emberben a lelket tudja tartani. Na és én ezzel egyetértek teljesen, és jól is áll neked, még egyszer mondom, nagyon jól áll neked. Hogyha most tegyük félre a felkonf szövegedet a műsorodban, hogyha röviden összegezned kéne, hogy mit jelent neked a zsidó-keresztény a zsidó kulturális esték című műsor, hogy miért csinálod, hogy miért pattant ki a fejedből, mi volt ezzel a célod, mit mondanál erre? A legalapvetőbb cél az, amit említettem már, hogy egymás kultúráját megismerjük, és nem utolsó sorban pedig a különféle sztereotípiákat leromboljam, és egy, egyfajta hidat képezzek a kultúrák közt. milyen sztereotípiákról beszélünk? Ö, hát mégiscsak ugye személy, személyemből adódóan, annak ellenére, hogy zsidó-kereszténykultúra és esték címe műsornak, mégiscsak a személyet érintve kicsit zsidós a műsor, de nyilván nem akarom elvinni csak abba az irányba. Viszont szeretném, hogyha megismernék egyre többen a zsidó kultúrát, az én személyemen keresztül, mert nagyon sokaknak van olyan elképzelésük, hogy én kántor is vagyok, több helyen szolgáltam Pesten, vidéken, és találkoztam olyan emberekkel, akik azt mondták, hogy jé, be lehet menni a zsinagógába, azt mondták nekem, hogy nem zsidó nem is mehet be, vagy vagy nő nem is mehet be, de ez csak egy példa a sok közül. És hogy ezeket a negatív átítudokat próbálom így a, a műsoron keresztül, a kultúrán keresztül levetkőzni, és hogy egy kicsit más szemszögből ismerjék meg a zsidóságot és a zsidó-keresztény párhuzamokat. Azon gondolkodom, hogy hallgatlak téged, hogy manapság tényleg jellemző és tényleg sztereotípiaként van ez jelen, amiről beszélsz, mert az jellemző szerintem a kereszténységre, hogy, hogy még Isten igéje azt mondja, hogy kezdetben volt ez ő elválasztott népe, az Ószövetségben az Izrael, aztán jött ugye az Új Szövetségben ez a Pál Apostol, aki a nemzetek apostola lett, és kiterjesztette az Isten kegyelmét a világra. És én azt látom, hogy az emberek nem úgy tekintenek erre, hogy a zsidóság mellé most már odafértek a nemzetek és ámblok Isten a világot váltotta meg, hanem mintha a zsidóságot így félretették volna, és akkor most van a világ a zsidóságon kívül. De a zsidóság soha nem tűnt el az Isten szívéből, én azt gondolom. Hát soha a szívéből nem tűnt el, se pedig a, a föld kerekéről, bár voltak próbálkozások. próbálták ugye e, kiírtani a, a népet, ugye azért az, és most nem csak a holokauszra gondolok, a vészkorszakra, e, és mondhatnék néhány történelmi eseményt, hanem az elmúlt 6000, közel 6000 évre. És van egy nagyon szép közmondás, hogyha az ember is, most direkt nem a zsidóságot emelem ki, az Isten minden teremtményére vonatkozik, ugyanúgy az Ószövetség, hogyha az ember nem tartja meg a Tórát, akkor a Tóra se tartja meg őt. És ez akár vonatkoztatható, akár az Új Szövetségre is. Ez nagyon érdekes, soha nem hallottam még, de nagyon tetszik egyébként. Említetted, hogy kántor vagy. Egy kis betekintést azok számára, akik nem tudják, hogy ez mit jelent. Mit foglal ez magába? ugye több felekezetben is létezik ez a fogalom gyakorlati áttekintésben is, hogy kántor. Ugye a kántor ugye más kultúrákban, más felekezetekben, vallásokban ugye jellemzően orgonál, kórust vezet, viszont a zsidóságban a kántor jellemzően ugye az előimádkozói részt csinálja, és főként ugye hangszeres kíséret nélkül néhány olyan hely van Magyarországon is, ahol uh, ugye egy neológ közösségről beszélünk, ahol a, az orgona, az ongor az megjelenik a zsidó liturgiában, de ugye ezt a, a, vallásos zsidóság ugye nem fogadja el, hiszen a kántornak a zsidóságban mindig akkor van funkciója, amikor ugye ünnepek vannak, péntek este beköszönt a szombat, ugye a sabát, ugye a hetedik nap, a pihenő nap, és, illetve más ünnepek kapcsán, zarándok ünnep, vagy zsidó új év. Tehát a zsidóságban a kántornak a szerepe a liturgiában főként jellemzően az ünnepek idején van, tehát péntek este, szombat, sabát, ugye a hetedik nap, illetve a különféle ünnepek kapcsán. De ekkor ugye olyan vallási szabályozások vannak, hogy nem lehet használni hangszert. Így ugye csak a kapella, illetve természetesen férfi kórus kísérletében lehet Isten dicsőíteni, és a kártónak a feladata egy, egy spirituális vezető valójában. Tehát azt szoktam így röviden mondani, hogy a, a rabbi az vakerászik, elmondja, <laughs> De jó. elmondja az igét, elmondja az aktuális heti szakaszt, nyilván van más funkciója is, természetesen ugye a, a valási vezetői státuszában, a közösség vezetője, építője, de a kántor viszont dallamaiban teszi még szebbé, még élvezetesebbé az Isten tiszteletet, az alkalmakat. És ezt igyekszem én is csinálni, én már közel két évtizede. Na, de hogy nem csak e, ilyen terén nyúltál a zenéhez, hanem te egyébként is foglalkozol a zenével, jól tudom ezt rólad? Igen, 2008-ban alapított meg az Avino Trio együttest. Avinu egyébként ugye atyánkat jelenti. Ez abban különleges, hogy azt gondolom, hogy egyedülállóan az országban zsidó liturgikus dalokat énekelek, különleges hangszeres kísérettel. Tehát jellemzően harmonika, zongora, klarinét, illetve hegedű szokott kísérni, de nem csak liturgikus dalok vannak, és van, amelyik gyorsabb, van, amelyik lassabb, komolyabb, vidámabb, hanem vannak köztük magyar, zsidó, izraeli, örökzölt slágerek, akár musical is, és ez, ezt is Szívesen csinálom, természetesen Isten dicsőségére, és azért, hogy az emberek jobban megismerjék ezt a fajta zsidó zenei is részt. Kínálat, az látjuk, hogy jön a részletekről, de milyen a kereslet ez iránt? Az emberek szeretettel fogadják ezt, hogy behúzza a hitbe az embereket, az addig nem hívő embereket? Volt már erre példa? Hogy látod, hogy milyen gyümölcsei vannak ennek, amit csináltok? De megint viccelődhetnék, hogy a kereslet bármire van az antiszemitizmusra, meg a, a gyűlöletre is. Sajnos igen. De de, de van, van keresletre. Szívesen megyünk játszani, hogyha felkérnek akár vidékre, vagy határon túlra is, külföldre is és nagyon sok pozitív visszajelzés van, hogy, hogy sokokat megérint, mert hogy mindig el szoktam mondani, ugye jellemzően héberül énekelek, de van köztük magyar, illetve gyídis, ugye gyídis ez a héber és a, a németnek a, a, keveredése 13. századra tehető vissza, odaig vezethető vissza, illetve eh, ladinó nyelv, ami szinte már kezdett kihalni, és azt nagyon sokan ugye, újraélesztették, tehát ezeken a nyelveken énekelek, Viszont jellemzően a Héber szövegű dalokat is igyekszem mindig lefordítani és elmondani, és nagyon sokan szeretik ezt, más felekezetőek is, nem zsidók is, akik megtalálják benne szintén maguk számára adott üzenetet is, hiszen nagyon sok Zsoltár részlet hangzik el az, az imákban. Én magam is mondhatom, hogy keresztényként szerintem engem a legjobban megfog az a van egy ilyen Sion Dalai című album, ez mennyire ismert számodra, biztos sokkal inkább, mint számomra. Hát fergeteges, nagyon jó. És egyébként maga a kereszténység is nagyon szeret, és nagyon szeret erre dicsérni, nagyon szeret erre imádkozni, erre hálálkodni az Úrnak. Úgyhogy én nagy örömmel hallom egyébként azt, hogy Ebben a korban, ahol nem szeretném elvenni, a, nem, vagyis, vagyis lealacsonyítani a zenét, a mulatózenét, abszolút, de ebben a korban, amikor mondhatjuk, hogy ennek a korszak, korszakában élünk, igény van arra, amit csináltok. Igény van arra, hogy az emberek hallgassák több nyelven az Isten felé való közeledést, és hogy elhívnak titeket egészen különböző helyekre, hogy ezt megtehessék veletek együtt. Ez nagyon jó dolog. Viszont én gondolkoztam azon, hogy hogy konferáljalak fel téged. Aztán végül úgy döntöttem, hogy így, ahogyan megtörtént, és szerintem jó választás volt, hiszen te magad is humoros vagy, mint kiderült. De annyi titulusod van, hogy ha elkezdtem volna sorolni az elején, szerintem a műsoridő végére nem fejezem be, ez volt a másik, amiért nem ezt választottam. Avasd be minket, kérlek te, hogy mik a fő állomások az életedben? Említettem már, hogy elvégeztem a kántor ö, szakot, liturgia történet előadó szak, ugye a végeztük Igen. az emet szintűt, majd most egy hónap múlva Isten segítségével, szintén a Szóla iskolában, főiskolában fogom, fogok leállamvizsgázni biblia alapú lelki gondozó szakon. Az egy nagyon érdekes dolog, hiszen szeretek emberekkel foglalkozni, és hát itt kapcsolódik másik, egyik másik szakmám, ugye, hogy gyógymasszörként is végeztem 15 évvel ezelőtt, és sokan megkérdezik, hogy nagyon profán, hogy lehet, hogy valaki kántor is és masszület, mondom, lehet énekelve is masszírozni, meg fordítva is. És úgy szoktad egyébként? Volt már jön, és akkor azt mondtam, jó, hát, hogy jó, ez már az externak számít, akkor az már... <gül> és <gül> kell... van, van, hogy elhívnak énekelni, és meg tudják, hogy masször vagy, és akkor ha már itt vagy, Dani, akkor Nyilván vannak olyan közegek, hogyha, ahogy említettem, a színházban, én a Kazánisan Camarasz Színházban, én kulturális menedzser és Média Menedzser titulust is betöltök gyakorlatos színészen kívül, és nagyon-nagyon sok olyan projektünk van, amely szintén kötődik, az Istenhez vannak zsidó, illetve keresztény kulturális darabjaink, zenei színház művészeti, és amikor elmegyek valóban tárgyalni, akár diplomáciai testületeken keresztül, vagy tárgyalasztalán ülök, akkor nyilván nem hozokodok elő azzal, hogy masször vagyok. De hát, hogyha látom valakin, hogy nagyon izeg mozog és fájlalja különféle testrészét, akkor, akkor nyilván azt mondom, hogy szívesen segítek. Tehát, hogy én mindig is szerettem emberekkel foglalkozni, és a spiritualizmus is nagyon közel áll hozzám nagyon sokan ezt a szót egy kicsit ilyen testidegennek gondolják, hogy hát ez nem fér össze az én vallásommal, mondja ezt zsidó is, meg, meg, keresztény is, keresztény ember is, de valószínűleg azért mondja, mert, mert nem felvilágosult annyira is, és, és nem tudja, hogy mi a szónak a jelentése. Akkor a nem felvilágosult nézőket, hogyha vannak ilyenek, és elnézést kérek, most mindenkitől senki ne vegye magára, felvilágosítanád, hogy mit jelent ez a te számodra? Ö ahogy te is mondod, én is akkor elnézést kérek, hogy, tehát, hogy senkit nem akarunk leminősíteni, meg azt gondolom, hogy a spiritualizmus az, az mindannyiunkban benne van, és maga a vallási is, és maga az Isten hét, az a felsőbb világ. Ugye tudjuk, hogy van hét hogy szint, hogyha a kabalát nézzük, hogy a kabal az maga a legrégebbi, legősibb miszticizmus és azzal egyébként Rabbi Akiva, az egyik legnagyobb zsidó tanító, aki 40. életévét betöltötte, akkor kezdett el foglalkozni magával az egész vallással, a judaizmussal, a kabalizmussal. Az egy, az egy, nagyon komoly és mély dolog, szintén természetesen ugye az Isten és az emberi kapcsolatokat próbálja boncolgatni. Tehát a, a, a spiritualizmus az nagyon sokféleképpen megjelenik a, a vallásban például ugye maga a szó, hogy meditáció. Ugye sokan ettől is megrökönyödnek, amikor azt mondom, hogy van olyan, hogy zsidó meditáció. És ugye elmegyek kicsit meditálni. Hogy mi, hát ez, és, és zsidó berkeken belül hallom ezt, hogy ne viccém, mert ez, ez, ez miközben a vallásnak. Nagyon leegyszerűsítve, hogyha az ember leül, és mindegy, milyen vallása van keresztül a nyakában, nagy az óra, szakállás, teljesen mindegy, hogyha leül, és imádkozik, akkor egy meditatív állapotba kerül. Tehát <kül> maga az imádkozás is egy meditatív állapot. Egyfajta ö, spirituális szintet lépünk, és az Istennel, az Istenivel való kapcsolódás egy sokkal mélyebb fokát találjuk meg. Megszüntetjük a világgal való kapcsolódásunkat akkor, és az Istennel kapcsolódunk-e <kül> helyett? Erről, erről lehet itt szó? Ö, azt gondolom, hogy ha Ténylegesen imádkozunk, ez egy nagyon érdekes dolog, sokat lehetne erről beszélni. Én finoman felszoktam néha háborodni, így, így belül nem adom ki, nem mutatom annyira, de amikor végignézek, ugye a zsidóságban van a napi háromszori imádkozás, ez a standard, mondjuk így, az esti, reggeli és a délutáni ima. Nem véletlenül, ugye így teremtődött és alkotódott meg ugye a három ima, ugye a három ősapának köszönhetően ők hozták ezt létre de hogy hogyan kapcsolódik ez az egész? Tehát, hogy amikor végignézek így közösségekbe a reggeli, vagy akár a délutáni imádkozásokon, azt figyeltem meg, és ez azt gondolom, majdnem, hogy kivétel nélkül ortodoxabb, vallásosabb, vagy kevésbé vallásosabb közösségekbe is, elmondják a reggeli imát, nagyon jó, ki van pipálva, kérünk egy lájkot az Istentől, és akkor minden le van tudva. Uh -huh. És nincs mögötte az úgynevezett héberül, héveszor, hogy kávóne, az a lélek, az igazi tartalom, és hogy manapság én azt veszem észre, hogy, hogy ez hiányzik, hogy üresben nyomatjuk az imát, és szinte már olyan, mintha újságot olvasnánk. Le tudjuk a kötelezőt. Természetesen vannak a nem kötelező részek, hogy a sztenderdnen kívül mindenki bármikor használhatja a forrodrótot, és akkor saját privát beszélgetést kezdeményezhet. Azt gondolom ez a legőszintébb és a legigazabb módja az Istenivel való kapcsolódásnak. De hogy ez nagyon fontos lenne, ez az úgynevezett meditációs vagy meditációs állapot, és a kérdésedre a válasz, hogy, hogy igenis ezt az időt ténylegesen szánjuk a Teremtőnek, az örökkévalónak, hogy akkor tényleg kapcsoljunk ki minden fizikális síkot, materiálist és, és minden földi dolgot, és csak kifejezetten a Mindenhatóval kapcsolódjunk mert hogy ezek az igazi minőségi értékkel bíró percek, amikor vele lehetünk. Akár hogyha hálaimát mondunk, akár hogyha kérünk, vagy akár bocsánatért esedezünk, vagy, vagy bármi, de hogy, hogy az legyen az igaz, hogy amikor vele akarunk kapcsolódni, akkor csak vele kapcsolódjunk, és ne az legyen, amit én látok sokszor, hogy ima közben, közben úgy jött egy SMS, vagy gyorsan rá kell néznem, hogy éppen Mik az indexek, a tőzsde vagy vagy bármilyen dolog, ezek ne vigyenek el, mert szerintem ezek nagyon rossz irányba visznek, hogyha összemossuk a, az örökké való, való időt, minőségi időt a, a világi. Ha itt is dolgokon. vagyunk, ott is vagyunk, akkor tulajdonképpen százszerzalékosan sehol nem vagyunk, nem? Tehát, hogyha gondolkodunk a világ dolgai felől, de közben próbálnánk időt tölteni az atyával, akkor valóságosan olyan tisztán egyiket sem tesszük meg a kettő közül. Az egyik irány az, az azt gondolom, hogy az járható út, hogyha a világi dolgokkal foglalkozunk, ugye ő is azt szokta mondani már, hogy e, a teremtő, hogy az se egy jó dolog, tehát vannak olyan szélsőségek, e, nyilván arra is szüksége van a világnak, hogy olyan vallásos emberek is legyenek, hiszen vannak, akik szinte 0-24-ben csak a túrát, csak a, a Bibliát bújják, de az se jó, mert le van írva egyébként a Bibliában, most direkt nem mondom meg, hogy hol aki akarja járni utána. E, hogy nem szabad csak a, csak a Bibliával foglalkozni 024-ben, hiszen mi az egyik legalapvetőbb, nem csak hogy parancsolata, hanem tanítása a Bibliának, az, hogy családot alapítsunk. A kapcsolatok. Kapcsolatrendszer, az, hogy hogy társas lények vagyunk, és ahhoz, hogy azért mégiscsak családfenntartóká váljunk, akár magunké, vagy a, a többi család tagjaiké muszáj, hogy dolgozunk, és persze vannak világi, vannak valási foglalkozások, de nyilván kell, hogy az ember kezében legyen manapság világi tevékenység is. Én szigorúan az imádság idejéről beszéltem az előbb, de egyébként teljesen egyetértek veled, és azt figyelem, ahogy hallgatlak téged, hogy nem is beszélünk mi annyira másról a judaizmus és a kereszténység. Említetted itt a tíz parancsolatot, én soha nem gondoltam úgy, hogy a parancsolatokat eltörölte volna Jézus megérkezése, ő maga is azt mondta, hogy nem azért jöttem, hogy eltöröljem, hanem hogy betöltsem a törvényt, és azt mondja az új szövetség egyik levele nekünk. Szintén nem mondom el, hogy hol, hogyha valaki <laughs> szeretné, keressek ki, hogy így megkövesselek téged, hogy hogy a kőtáblába vésett törvényeket a szívünk hústábláira vési fel az Isten ebben az új szövetségben, ebben az új kapcsolatban, tehát nem szüntek meg ezek a törvények. Másfelől pedig beszélsz az emberi kapcsolatokról, és Jézus maga is erről beszélt, hogy szeressétek egymást, ahogyan én szerettelek titeket, úgy bánjatok a másikkal, ahogy szeretnétek, hogy veletek is bánjanak. Én azt gondolom, hogy ez a kettő nem is annyira különbözik egymástól, csak más aspektusból közelítjük meg talán ugyanazt. Ez így van, és visszatérve az előző gondolatodra, tehát amikor az Istennel kapcsolódunk, akkor tényleg jó, hogyha kizerjük a világi dolgokat, viszont fordítva, meg nem feltétlenül kell kizerni. Tehát ahogy éljük Egyetlen. a mindennapjainkat, úgy kell azt megélni, akkor is most, hogy tudjuk azt, hogy van felettünk egy, egy, egy igaz bíró, a királyok királyának királya, a, az égi bíró, és hogy mindig felettünk van valaki, aki óv és figyel. És hogyha valami e, problémát csinálunk, e, akkor nyilván e, akkor annak is vállaljuk a, a következményét, tehát hogyha a jó útra térünk, vagy a rossz útra. Tehát mindig azt gondolom, hogy úgy kell élnünk a, a világ életünket, a föld életünket, hogy tudjuk azt, hogy, e, hogy van egy, egy egy túlvilági élet, és, és hogy van felettünk egy... E, egy big brother, egy number van, aki, aki, aki mindig figyel minket és hogy kíséri az utunkat, és hogyha jót cselekszünk, akkor, akkor megjutalmaz érte, és hogy nyilván, hogyha az ember rossz a másikhoz vagy önmagához, akkor akkor nyilván vállaljuk a, a büntetést is. Én sokáig el tudnálok még téged hallgatni, és volna is mit, hiszen hát színész is vagy, és szerintem még itt mindig nem ért véget a sor, de a műsoridőnk végéhez közeledünk, és te színesíteni kívántad ezt a műsort, úgyhogy meglepetéssel érkeztél hozzánk, hogy még jobban megismerünk téged, és még nagyobb kedvel nézzük ezentúl a zsidó-keresztény kulturális estéket, aztán nekünk egy dalt, amit mi most a műsoridő végére majd behelyezünk, és a nézők megnézhetnek téged, mint kántort, énekest, Zenészt? Így van. Dani, nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttél hozzánk, és én remélem, hogy lesz még alkalmunk folytatni. Nekem nagyon tetszenek ezek a judaizmusból, kereszténységből fakadó különbözőségek, amiben végül aztán mégiscsak meglátjuk, hogy annyira nem különböző. Lehetne ezt fejtegetni még hosszasan. Én remélem, hogy lesz még rá alkalmunk, és most nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttél hozzánk. Én is köszönöm, és, és azt kívánom mindannyiuknak, hogy, hogy Isten dicsőségére mindig az legyen előttünk, hogy jobbak, többek és értékesebbé váljunk. Ámen, így legyen. Kedves nézők, ha eddig is kedvelték a Dániel műsorát, akkor remélem, hogy ezen túl még inkább fogják most, hogy a személyét is megismerték, hogy még kerekebb legyen az ő személye, hallgassuk meg és nézzük meg ezt a videóklipet, ezt a dalt, amit Rosenfeld Dániel kínált a nézők számára nekünk. Áldott hetet kívánok, szép napot mindenkinek!